Szombat este a Dugonics téri parkban sétálókat két szegedi szobrászművész, Kalmár Márton és Fritz Mihály 25-25 alkotása késztette megállásra. Utóbbi az általa megalkotott nagyméretű köztéri szobrok után most kisebb munkákat hozott, köztük a Kass Jánosról készült portréját is. Ismerősök vannak rajta, nagyon régről visszamenőleg, ugye én tanítottam a Tömörkénybe, úgyhogy ott diákokkal együtt mintáztunk, és sok modellem, diákok közül került elő, akkor lányom, fiam, kollégáim közül is, festőművész Szalai Ferenc, meg ilyesmi, Kassal is egy művészcsoportban voltunk, hogy ő is, úgyhogy ezek mind ilyen ismerősök, személyes élmény alapján. Fritz Mihály és Kalmár Márton a szegedi művészet élet elmúlt 50 évének meghatározó szereplői. Mindkettőjüket a különleges anyaghasználat jellemzi. Márványból, fából, bronzból, gipszből dolgoztak. A szobrászatnak két útja van, az egyik, amikor fölépítik a szobrot, a másik, amikor a kőből meg a fából kibontják a szobrot. És ez mind a ketten nagyon jól csinálták, és azt gondolom, hogy ez a kiállítás bizonyítja, hogy az elmúlt 50 év szegedi képzőművészetének két nagyon fontos személyisége láthatói. A Szeged gazdag művészeti életét bemutató kiállítást harmadik alkalommal rendezték meg. Ez a kiállítás megnyitó a csúcspontja az egész nyáron át tartó Szeged Árt rendezvény sorozatnak. Borzasztóan jó eső érzés az, hogy a nap bármelyik szakába sétálunk ide erre a térre. Fiatalok és idősebbek, kisgyerekes családok járják végig és csodálják meg a szobrokat. Pontosan ez a célunk, hogy közel hozzuk. Testközelbe hozzuk a művészetet a szegedieknek, no meg persze sok-sok tízezer ide látogató turistának. A Szeged Árt június óta várja kultúrával a belvárosban sétálókat. Az augusztus 20-ai hosszú hétvége zenével telik meg. A Vásárhelyi és Szolnoki Katona Fúvós zenekar után négy másik együttes ad koncertet államalapításunk alkalmából. A Dugonics téri kiállítás szintén augusztus 20-áig látható.